Sziasztok! Ez itt a Sárkányradar, benne a 10 legjobb videójátékos DB openinggel. Amikor kiadnak egy Dragon Ball-os játékot, jobbára mindig szokott kapni egy dalos klippet is. Manapság ez a trend sajnos kezd kiveszni az animés játékok terén, viszont még ma is találni olyan animés játékot a DB alapján is, amik szoktak kapni dalos klippeket. A videóban az általunk legjobbnak vélt 10-es listát állítottuk össze a DB játékok alapján. Szerencsére jó sok akadt és elég nehéz volt a döntés, de végül összeállt a kép. A 10. helyezett nem más, mint a Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi openingje. A képsorok között a játék saját hősei is feltűnnek, és hát olyan folyékon rajzos akciók mennek le itt, hogy az eszünk is megáll. Goku rendkívül technikás, de a többiek verekedése is nagyon minőségi lett. Istenek csatályás minőség tűnik fel az SSI1-es Goku akcióinál, amikor pedig az SSI3-as Goku jelenik meg a sárkány ütésével, felteszi a klipre a koronát. A 9. helyezett a Dragon Ball Raging Blast 1 openingje. A látvány CGI-os és hát nagyon epikus reflényt hallhatunk. Gohan Cell ellen harcol, maga Trunks pedig Kid Buu-t kapta. Óriási a Majin Vegeta lövése Kid Buu-ra, de a Primet Piccolo és Frieza jelenete viszi el, ahogy néznek, majd egymásra lövik az erejüket. Ezt fokozták Goku és Broly küzdelmével, majd amint a hősünk sarokba szorul, felveszi az SSI 2-est. A 8. helyezett a Dragon Ball Raging Blast 2 openingje. A 4 szuperharcos saját ellenfelet kap az elődött felülmúló CGI-os látvánnyal. Gohan Cooler ellen megy és nem bír vele, Trunks pedig Bojacket kapta, Vegeta elvállalta az Android 13-ast, míg Goku Janemba-val néz szembe. A fogások közül Trunks technikája, valamint Gokunak ez a nagyon jó ügyeskedése a legjobbak. De nagyot szólt az erőknek az egybelövése is a feltűnő hacsigyekkel. A 7. helyezett a Dragon Ball Z Infinite World openingje. Az utolsó PS2-es DB játékban Goku úgy néz, mint aki búcsút akarna venni, és hát maguk a többiek is olyan arcot vágnak, hogy ez az utolsó játékuk a konzolon. A látvány óriási, de a legjobban a Broly vs. Gohan Vegeta erőpróba, a lenyűgöző. Gotenks is nagyon kitesz magáért, a végén elhajított Genki golyó pedig Gokunak adja át a színpadot. A 6. helyezett a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 opening. Ismételten CGI-os a látvány, de abból is a fejlettebb változat. A készítők hatalmas erőket akartak kifejezni a viharfelhővel, és nagyon jó, hogy Gohan erejét is kiemelték. Ő még Janemba-val is elbír, de maga Vegeta már kikapott Broly ellen. Kis poén is van Gotenks és Majin Buu kőpapír rollójával, majd jön Gogeta. Broly öklözik egyet Gogetával, majd egy közös támadással ér véget a klip. Az 5. helyezett a Dragon Ball Z Budokai 3 opening. A zene ma is felébreszti az emlékeket a rajongókban a régi szép időkről, a rajzolt jelenetek pedig elképesztően jól sikerültek. Egyedül Vegeta barna haja kilógó, ám a csaták, és hogy mindenki külön ellenfelet kapott, ez kárpótol minket. Eléggé kifejező a hőseink akaratereje a vereség után, a Gogeta vs. Broly jelenet pedig legendás lett. A 4. helyezett a Dragon Ball Online openingje. Egy komplett történetet kapunk, ahol előkészítik a terepet a sima DB hangulatával. Majd a két hős megküzd egy tornát. Érdekes riválisnak látni a Namekit a csillagharcossal, mert így olyan, mintha a Goku küzdene meg Piccolo ellen. A sima formájukban a csillagharcos nagyon kemény erőt ad be, de a Nameki sorozat lövései is látványosak. A végén átváltozva mennek egymásra, a hangulat pedig lehengerlő. A 3. helyezett a Dragon Ball Z Burst Limit opening. Ez a klip bizonyítja azt, hogy milyen sokat tud adni az, ha a zene ennyire passzol a jelenetekhez. Csak is a játékból kiemelt részleteket látjuk, az összeállítás és a zene viszont annyira egyensúlyban van, hogy élteti azt, amit mondani akar, hogy a siker el van könyvelve. Gohan haragja ostorcsapásként hat a nézőkre, Goku pedig úgy tud nézni, hogy ez hihetetlen vérfagyasztó. A 2. helyezett a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 1 openingje. Ez a CGI-os látványvonal álomként vetült el a rajongóknak a fejébe. Azt vártuk, hogy így nézzenek ki a jövő játékai, és ez sajnos ma se valósult meg. Itt képviseli magát igazán az az érzet, amit a DB képviselni akar, és hogy hogyan harcolnak a hőseink. Komolyak az erők, kemény az energiagyűjtés, Gohan és Piccolo pedig már itt is párosba ment.
a Kid Buu elleni Kamehameha elképesztő jelenetet alkotott, a Goku vs Vegeta csattanóként belőtt jelenet pedig a vigyoros bólogatásaikkal megvett minket kilóra. Az első helyezett nem más, mint a Dragon Ball Final Bout Opening. A zene a rajongók lelkéig hatol, a jelenetek pedig elmesélik az egész DB. A rajzolás a DBZ és a GT keveréke, de maga Goku is a DBZ sényét keverte a GT-ssel. Mindenki saját bemutatót kapott a hozzájuk illő erőkkel, a Gohanos jelenet pedig kifejezetten áthatóra sikerült. A Goku vs Vegeta jelenet a mosolyjal ellopta a műsort, a végirohanó kis GT-s Goku pedig megszerezte a glóriát. Ha nektek is élménydúsak az animés játékok openingjei, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is felejetek nektek, mi a top 10 DB-s videójáték openingetek. Ez volt a Sárkányradar, benne a 10 legjobb DB-s anime játék openinggel. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért.